Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Szakemberhiány az óvodákban, ösztöndíjat kapnak a nemzetiségi óvónő hallgatók. Mártonnap, Tolna megye szerte megtartották a Böjt előtti utolsó ünnepet. Kezdődnek a szalagtűzők, Bonyhádon 150 végzős diák búcsúzik a gimnáziumtól. Majd 300 éves hagyomány, evangélikus búcsút tartottak kismányokon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Folyamatos szakemberhiánnyal küzdenek a nemzetiségi óvodák, ezért is fontos lépésként értékelik a képzésben érintettek az idén bevezetett óvónő hallgatóknak járó ösztöndíj programot, ami a nemzetiségi képzést is érinti. Német nemzetiségi óviügyek címmel rendeztek konferenciát Szekszárdon a hétvégén. Magyarországon közel 200 ezer önmagát német nemzetiségűnek valló ember él. Ez az egyetlen népcsoport, mely olyan összetartó volt, hogy önálló országgyűlési képviselőt tudott választani, mondta előadásában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Arról is beszélt, a kormányzat oktatás politikájában kiemelt fontossággal bír az óvodák fenntartása és működése. Ezzel együtt történt meg a kötelező óvodáskor 3 évre történő leszállítása, mely egyedülálló a világban, fejtette ki Potápi Árpád János. Az elmúlt időszakban az országban, itt Tolna megyében, de az én körzetemben is számos óvit tudtunk felújítani, fejleszteni az elmúlt időszakban. Én örülök ennek, és remélem, hogy ezeket minél inkább tartalommal is tudjuk megtölteni. Nagyon fontos területe az óvodapedagógiának a nemzetiségű oktatás, csak úgy, mint az iskolában, itt Tolna megyében pedig különösen. Az országos német önkormányzat elnöke arról szólt, olyan ösztöndíjprogramot vezetnek be a felsőoktatásban, már ebben az esztendőben, mely segíti a nemzetiségi óvónőket a tanulásban és a munkavállalásban. Nem titkolt cél, hogy a magasan képzett és nyelvet jól beszélő szakemberek ne hagyják el az országot. A kormány támogató programjának kezelője a német országos önkormányzat lesz. Jelenleg pont az összes többi országos önkormányzattal egyeztetünk, az ő közgyűléseik is elfogadják azt az egységes rendszert, amit kidolgoztunk, és így remélhetőleg az év végére feláll és megnyílik majd az a rendszer, amelyből az idei évben, az idei tanévben támogatni tudjuk majd a kezdő óvodapedagógusokat. Ritter Imre, német nemzetiségi országgyűlési képviselő elmondta, hogy Szekszárdon hosszú évek óta jó színvonalú nemzetiségi óvodapedagógus képzés folyik, de nem így van ez mindenhol az országban. Több helyen az országban a felvételnél nincs objektív nemzetiségi nyelvi felvételi vizsga, illetve a képzést követően nyelvvizsga nélkül automatikusan a nemzetiségi pedagógus képzés C-típusú nyelvvizsgával egyenértékűnek fogadják el, anélkül, hogy nyelvvizsgát tennének. Tehát nem csak a nemzetiségi pedagógus képzés számának a növelését, hanem a színvonalának az emelését is el szeretnénk érni. Az új óvodai program kidolgozói azt remélik, hogy ez a szakmai és a nemzetiségi elhivatottság mellett megfelelő életpályamodellt jelent majd a jövő óvónői számára, és hosszú távon biztosítani tudja a megfelelő szakemberképzést és ezzel az óvodák fennmaradását. Elhunyt Pirgi József Tolna alpolgármestere, a Tolna megyei közgyűlés képviselője. Néhány napja súlyos kerékpárbalesetet szenvedett, azóta kórházban ápolták. Pirgi József 1948. december 26-án született. Az általános iskolát és a gimnáziumot is Tolnán végezte, majd 1990 óta ugyanitt volt a helyi gimnázium igazgatója. 2008-ban vonult nyugdíjba, de az elmúlt tanév végéig tanított óraadóként más középiskolákban is. A tolnai képviselőtestületben 1998 óta dolgozott, 2014-től pedig Tolna társadalmi megbízatású alpolgármestereként tevékenykedett. A Tolna megyei közgyűlésnek 2014. október 17-től volt tagja. Pirgi József temetéséről később intézkednek.
Házfalának csapódott egy teherautó nagy dorogon, a sofőr mellett utasa is súlyosan megsérült. A balesetet egy másik tolató teherautó okozta, ami nem adott elsőbséget a vétlen kocsit vezető sofőrnek. Tolna megyében a rendőrök a hétvégén további 10 baleset helyszínén intézkedtek. Liba burgerből, liba töpörtyűből és természetesen sült libacomból is sok fogyott a Szekszárdi Béla király téren felállított Mártonnapi sátorban a hétvégén. A Tolnai megyeszékhelyen negyedik alkalommal ünnepelték gasztronómiai és zenei programokkal a karácsonyi bőjt előtti utolsó ünnepet. Élő zenét játszó együttesek váltották egymást a Szekszárdi Béla király téren felállított rendezvénysátorban, de nem csak a kellemes zene miatt látogattak ki sokan a Mártonnapi rendezvényre. Volt, aki igyekezett a lehető legtöbbféle ételt megkóstolni. Majdnem, hogy mindent, libát kóstoltunk, libaburgert és libapecsenyét. Egész éjszaka sültek a különböző libahúsból készült ételek a sátorban. Márton napja a néphagyomány szerint a karácsony előtti 40 napos bőjt utolsó ünnepnapja, ezért ilyenkor rendszeresek a lakomák. A helyi éttermek séfjei igyekeztek minél különlegesebb ételeket készíteni. Mi már 2 éve ezelőtt egyszer megpróbálkoztunk egy bátor gondolattal ezzel a libaburgerrel, aminek a húspogácsája ugye teljes mértékben libahúsiból készül, egy kicsit ilyen kakukkfüves, érdekes fűszerezéssel, ezt egy saját készítésű hagymalekvárral és tökmagmajonézzel és libatöpörtyűvel készítjük, egy nem túl édes buciban, ez egy nagyon kedvelt fogás. Szent Márton napja egyben az újbor ünnepe is. Úgy tartják, hogy akármilyen is az évjárat, az újbornak el kell készülni a november 11-ére. A szekszárdi borászok ezért főként az idén a hordókba került italokkal készültek. Hoztuk a 18-as évjáratból a Sauvignon Blanc, a sári sárdonénkat, a rozi rozénkat, és egy vörös 18-as oporto bort, a gúnár borunkat. Szekszárdon 4 éve rendeztek először Mártonnapi vigasságot a város főterén. A programokat szervező Babics Mihály Kulturális Központ vezetője szerint az, hogy a rendezvényt elfogadták és megszerették a helyiek, a jó ételek és borok mellett annak is köszönhető, hogy igyekeznek igényes zenei produkciókat hozni a városba. Tavaly népzene és a világzene köré próbáltuk szervezni a kulturális kínálatot. Most az idei fesztiválon talán egy picit jobban nyitottunk, és a könnyű zenei élet kiválóságai mellett persze felcsendülnek kiváló népdalok is, csodálatos népdalok. Itt például az Essencia produkció tolmácsolásában. Bár sokan voltak, és minden ülőhely foglalt volt szinte végig a 2 nap alatt, Szekszárd polgármestere azt mondja, ez a rendezvény mégis a város kisebb, családiasabb hangulatú ünnepei közé tartozik, és éppen ez adja meg a varázsát. Nagy rendezvényeinkkel nincsen arra lehetőség, hogy ilyen kisebb közösségekben, családokban leüljünk és beszélgessünk, és a vártorra tipikusan az, ami elsősorban a szexáliaknak szól. Ezért a 2 napon kiváló lehetőség van, hogy kijön ide egy család, egy baráti társaság, leüljenek, megkóstolják az új borokat, beszélgessenek, és aztán tulajdonképpen így felkészüljünk majd az adventi időszakra. A Szekszárdi Mártonnap programjai vasárnap éjjel koncertekkel értek véget. 25 éve írták alá a testvérvárosi kapcsolatról szóló szerződést Szekszárd és a romániai Lugos akkori polgármesterei. Erre a történelmi gesztusra emlékeztek most hétvégén a Tolnai megyeszékhelyen megrendezett ünnepi közgyűléssel, amin Lugos polgármestere és a településről érkező delegáció tagjai is részt vettek. Az 50 ezer fős Lugoson nagyjából 5 ezer fős magyar közösség él, közülük a legtöbben Szekszárdról a 19. század második felében kivándorolt családok leszármazottai. Ács Rezső, Szekszárd polgármestere azt mondta, most a testvérvárosi kapcsolat megerősítése mellett a 2 település közötti későbbi gazdasági együttműködésről is tárgyaltak. Tolna megye szinte minden óvodájában és általános iskolájában megünnepelték a Mártonnapot, volt, ahol német nyelven szavaltak verseket a diákok, máshol mártonnapi édességekből szerveztek sütőversenyt a szülőknek, és természetesen lámpás felvonulást is sok helyen tartottak.
Nagy volt a tömeg a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola udvarán. A diákokat sok szülő is elkísérte a Mártonnapi rendezvényre. Itt évek óta hagyomány, hogy a november 11-éhez legközelebb eső tanítási nap délutánján szabadtéri programokat és lámpás felvonulást tartanak. Szeretem a felvonulást, mert amikor már sötét van, akkor tök jó, hogy így világítanak a lámpások mindenhol. Meg azért is szeretem, mert hogy itt egész estig ilyen tök jó hangulat van, lehet enni, beszélgetni, táncolni. Míg az udvaron a vendégek gyülekeztek, addig az egyik osztályteremben sorra teltek meg az iskolapadok mártonnapi édességekkel. Az iskolába járó gyerekek szülei között ilyenkor sütőversenyt rendeznek. Az egyik sütemény elzeszi almatorta, ez egy franciaországi recept, és vaníliakrémmel készült almatortáról van szó. A másikat pedig, hát a nevét mi találtuk ki a fiúkkal. Ez egy sima szívecske, linzer, szívecske alakú linzer, és ugye mivel a Mártonnapnak az a lényege, hogy hát a Szent Márton püspök szeretetből megosztotta a köpenyét másokkal, azt találtuk ki, hogy ezt a szívecskét akkor osszuk meg egymással. Német nemzetiségi tánckoreográfiával készültek a kaposszegcsői általános iskolások Mártonnapra. A gyerekek heteken át tanulták be a táncmozdulatokat és az idegen nyelvű dalok szövegeit. Nagyon örülök annak, hogy tényleg ápolják ezeket a szép szokásokat és a német kultúrát. Éppen a Mártonnappal kapcsolatban nagyon örülök annak, hogy német nyelven szólaltak meg a gyerekek, ami nem egy egyszerű dolog. A mártonnapi libáról szóló mondókával lepték meg szüleiket és nagyszüleiket a Tolnamüzsi Zöldkert óvodába járó gyerekek. A zenés táncos előadás után természetesen itt is meggyújtották a már jó előre elkészített lámpásokat. Egész héten programokat szerveztünk, hétfőn már egy őszbúcsúztató táncos műsorral, aztán kreatív műhelyünk volt, barkácsoltunk, mártonlámpást készítettünk, volt sok mese, voltak versek, vendégeskedtünk az iskolában, német színházban vettünk részt. Mözsön ugyanúgy, mint Tolna megye más óvodáiban és általános iskoláiban lámpás felvonulással ért véget a Mártonnap. A dunaföldvári újboráldás közel egy évtizedes hagyománya a libafuttatás, amire idén 9 fiatal nevezett. Évről évre egyre többen látogatnak el a présházakhoz, ilyenkor most a jó idő is kicsalogatta az embereket. Borzavári Róza és barátai jó hangulatot teremtettek a dunaföldvári rókuspincéknél. Többen együtt énekeltek és táncra is perdültek. Mindeközben már 9 fiatal gyermek és libuskája izgatottan várta a libafuttató versenyt, melynek már közel egy évtizedes hagyománya van. Hárman figyeltük az egész versenyt, volt indítóbíró, célbíró, és volt egy ember, aki a szabályokat figyelte, ami egy szabály volt tulajdonképpen, hogy kézzel nem lehet hozzáérni a libákhoz. Az izgalmas előfutamok után végül Frankó Kristóf, Szőke Lilla és Sűrű Janó állhatott oda libuskájával a döntőfutamhoz. Beszereztünk először ugye egy jó libát, egy jó erőset, jó gyorsat. Azt mondta a gazdája, hogy nem lesz annyira engedelmes, viszont szerintem jó. Olyannyira jó liba volt, hogy a győzelemig repítette Janót. Nyitott pincék, borkóstolás és a kertbarátok sátránál zsíros kenyér libatepertővel, lilahagymával, valamint sütemény és forralt bor várt mindenkit. A gyermekek kézműveskedhettek, libabábokat készíthettek. Kismányokon az evangélikus templom első istentiszteletének emlékére rendezik meg minden évben a már hagyományos búcsút. A 299. évfordulón Simon Lászlóné, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnöke azt mondta, bár külsőségeiben más ma már az ünnep, mint a régi időkben, az most is hatékonyan segíti a szokások és a kultúra továbbélését. A kismányoki német önkormányzat megalakulása óta 5. alkalommal tartanak búcsút a településen. Igaz, nincs már népünnepei, de az ünnep egyesítő ereje a közösségformálás fennmaradt. 1719. november 11-én tartották itt az első istentiszteletet, és ehhez kötjük mi a búcsunkat. Ez a búcsú, ez valamikor 3 napos volt, és külön koreográfia szerint játszódott le. A kismányokiak búcsúja jelentős eseménye volt az 1945-ig szintiszta német ajkú közösségnek. A háború után feledésbe merült a népszokás, és csak az utóbbi néhány évben hozta vissza a falu életébe a német önkormányzat.
Kötelességünk a népszokásaink életben tartása, mondta Simon Lászlóné elnök. A település polgármestere arról szólt, a kismányokiak előszeretettel ünneplik egymás ünnepeit is, így volt az a Schwab-ház és a Székelyporta avatásakor is. Úgy látom és azt érzem, hogy évek óta ez egy közös ünnep. Ugyanolyan közös ünnep, mint ahogy volt a Székelyportának az átadása, azon is. A német önkormányzat képviseltette magát. A svábok nagy létszámmal vettek részt annak az avatásán is, és én azt gondolom, hogy ez egy örömteli ennek a falunak az életébe, hogy a különböző rendezvényeken közösen ünnepelünk. Megkezdődött a középiskolai szalagtűzők időszaka. A 19. század óta élő hagyománya mai Szlovákia területéről, Selmecbányáról származik. Az ottani mérnökiskola utolsó éves diákjai jelölték meg magukat elsőként szalaggal, hogy így emlékezzenek alma máterükre. A több mint 200 éves hagyomány azóta is az iskolához tartozás és egyben a felnőttkor kezdetét jelöli. Bonyhádon a helyi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban pénteken késő délután 5 osztály 154 végzős diákjára tűzték fel a 11-esek a kékszínű szalagot, majd ezt követően természetesen az utolsó éves tanulók bemutatták a hónapokon át gyakorolt bécsi, illetve angol keringő koreográfiájukat is. 11. évfolyamban az egyik testnevelés órát táncóraként működik, és ott hát nyilván az alaplépéseket már megtanulják, hogy 12-be, amikor már színpadra lépnek, a nagy színpadra, akkor már magabiztosan tudjanak táncolni. Sport. A női kosárlabda NB1-ben a Győr 20 pontos hátrányból tette teljesen nyíltá a meccset a negyedik negyed közepére, ám a szekszádi KSC Bishop vezérletével a hajrában jobbnak bizonyult, és végül nyert a hétvégén. Tamásiban egy első félidőben szerzett gól eldöntötte a 3 pont sorsát a házigazdák javára, a forduló előtt még az élenálló Bonyhádiak ellen. Tolnán pedig a hosszabbításban dőlt el a Szekszárd elleni női futszál Magyar Kupa 8-at döntő, a ráadás második 5 percében Halász Kinga nagy erejű szabadrugás góljával ejtette ki a Szekszárdot, és jutott tovább a Tolna a legjobb 8 közé a kupa sorozatban. Somogy és Baranya megyék híreivel folytatjuk. Tesztútként üzemel majd, megkezdődtek az M76-os autóút nyomvonalának előkészítő munkái. Veszélyes, mégis elégetik, kéménytüzet okozhat a kályhába dobott műanyag. Falmászás és gyógytorna együtt, új módszer a gerincferdülés gyógyítására. Megkezdődtek az M76-os autóút nyomvonalának előkészítő munkái. Elsőként az M7-es autópálya Holládi csomópontjától Fenékpusztáig tartó 2x2 sávos szakaszt építik meg 39 milliárd forintból. A beruházás, amely egy tesztútként is funkcionál majd, 2020 nyarára készülhet el. Októbertől zajlanak a munkálatok az 5,5 kilométeres szakaszon Hollád és Fenékpuszta között. Jelenleg a töltés alapozási fázis zajlik a nyomvonalon. A kivitelezőnek a sajátos terepviszonyok miatt több tényezőt is figyelembe kellett vennie. A Kis Balaton közelsége, meg hát a Balaton közelsége okoz olyan altalaj viszonyokat, amik egyedülállóak az eddigi kivitelezéseink során, és ezekhez próbálunk olyan műszaki újdonságokat, megoldásokat találni, amik megkönnyítik a mi munkánkat, illetve mérnökileg is nyújtanak olyan teljesítményt, amit a megrendelő részére is át tudunk adni tényleg jó minőségben. A munkák során mintegy 800 ezer köbméter töltésanyagot termelnek ki. Az 5,5 kilométeres szakasz nettó összköltsége 38,8 milliárd forint. A megépülő 2x2 sávos autóút nem csak gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz majd lehetővé, de úgynevezett okos útként is funkcionál majd. Ez az utat felhasználjuk arra is, hogy tesztút legyen. A világon még nincs egy olyan tesztpálya, amelyhez tesztút tartozik. Ez az első lesz olyan út, amely validációs lehetőségekkel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy menet közben jelzés érkezik a központunkba, tesztpályára, az autónk hol halad, milyen sebességgel, milyen motorhőfoka van, hogy viselkedik az autónk, jelzi a
menestabilitási rendszerek működését, a fékrendszerekét, a kormányszerek működését, hogy tudja tartani a sávot. Tehát minden olyan jelzés, ami az autónkra vonatkozik, rendelkezésre fog állni. A tesztút a zalaegerszegi tesztpályához kapcsolódik majd. Az M76-os első szakasza a tervek szerint 2020 nyarára készülhet el. Műanyagpalack, rongy és gumihulladék, bár illegális és veszélyes, mégis gyakran fűtenek télen ilyen anyagokkal. Ezek a légkörbe kerülve a környezetre és az emberi szervezetre egyaránt ártalmasak. Ráadásul égés termékük a kéményben lerakódva elzárja a füstútját, emiatt pedig könnyen kéménytűz alakulhat ki, hívja fel a figyelmet a katasztrófa védelem. Ezzel a kályhával fűtők, csak fával. Szabó Bertalanné ebben a szobában kályhával fűt. Azt mondja, így olcsóbban jön ki, mintha minden helyiségben gázt használna. Az udvarában jelenleg 2-3 köbméternyi vágott fa áll, csak tölgyet és akácot rak a tűzre. Csak fával fűtök, semmiféle műanyagot nem teszek a kályhába, hogy a környezetet ne tegye tönkre, meg a kályhát. Rongyot, műanyag PET palackot, a lakkozott, illetve festett va szintén problémát okozhat. A legtöbben azonban minden szemetet a kályhába dobnak a fűtési szezon alatt, pedig ez veszélyes, figyelmeztet Mihályka Szabina, a Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A tapasztalataink azt mutatják, hogy Somogyban is sok esetben előfordul, hogy mindent a tűzre dobnak, amit csak a háztartás környékén találnak a lakók. Előfordul a műanyag PET palack, az elhasznált pelenka, a különböző rongyok szintén. Ez azért nagyon veszélyes, hiszen hozzájárul a tüzelőfűtő berendezések nagyon gyors tönkremeneteléhez, illetve a kémények sokkal gyorsabban elkormozódnak, ami a tűzesetek nagy részét is okozza. A kéményben lerakódott korom könnyen meggyullad, amely kéménytűzhöz vezethet. Erre hívja fel a figyelmet a Katasztrófavédelem és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási ZRT is kisfilmjében. A Ne gyújtsa, gyűjtse című kampánya szelektív hulladékgyűjtésre ösztönöz. Amellett, hogy veszélyes, súlyos környezeti károkat is okoz a műanyagok égetése, mondja Dávid János, a Kaposvári Egyetem docense. A műanyagok égetésekor olyan jellegű gázok keletkeznek, amelyek ugyancsak a légkörbe kerülve, a légkörnek a többi anyagával elvegyülve, aztán vagy kiülepednek, és megjelennek úgy, mint savas esők például, vagy pedig olyan agresszív anyagok keletkeznek, amelyek erősen oldják az esővel érintkező felszíneket, például a növényeknek a leveleit, vagy az állatoknak a bőrét. Emellett az emberi szervezetre is káros, hiszen a belélegzés által a tüdőben rakódik le a füstből származó káros anyag. A szakemberek arra figyelmeztetnek, az egészségünk és környezetünk védelmében semmilyen illegális szemetet ne rakjunk a kályhába. Különleges módszert fejlesztettek tovább pécsi szakemberek, az úgynevezett Schrott-terápiát, azaz a speciális gyógytorna elemeket ötvözték a falmászó mozdulatokkal. Így korrigálják a gerincferdülést vagy a hanyagtartást a gyerekeknél. A gerincferdülés kezelése Katarina Schrott nevéhez fűződik, aki a 20. század elején alapította meg a speciális terápiát. A Schrott torna közben háromdimenziós korrekció jön létre, és a gerinc lehetőség szerint maximálisan korrigált helyzetében történik az izomerősítés. Gyarmati Dalma gyógytornász Pécset egyetlen Schrott terapeutaként ötvözte a speciális tornát a falmászással, és így segít a gerincferdüléses vagy hanyagtartás. Kettő-három éve kezdtük el kifejleszteni a speciális Schrott torna háromdimenziós elemeit. Tettük át a falmászás elemeibe, és így mindenki a saját görbülete ellen tud dolgozni, és ez egy nagyon jó kiegészítése a Schrott tornának. A speciális mászóedzést 6 éves kortól ajánlja a gyógytornász, mert a falon könnyebben el tudják sajátítani a Schrott torna nehéz feladatait a gyerekek. Szilvia kislánya Bolda szeptember óta vesz részt a speciális edzéseken. Gerincferdülése van, és még csak 9 éves, nagyon fiatal, és ez a Schrott torna ajánlott neki, viszont az így agyban még nem annyira állt össze, hogy pontosan milyen izomcsoportokat kell mozgatni, és hát annak a kiegészítéseképpen járunk ide. A gerincferdüléses fiataloknak általában 2-4 évig kell heti 5-ször tornásznia ahhoz, hogy meggyógyuljon. A speciális mászóedzést levédették kitalálói, Pécsen kívül csak Budapesten foglalkozik ezzel a módszerrel egy gyógytornász.
A szakemberek azt ajánlják, hogy a terápia befejezése után is folytassák a gyerekek a farmázást. Végül a legfontosabbak, újra röviden. Szakemberhiány az óvodákban, ösztöndíjat kapnak a nemzetiségi óvónő hallgatók. Mártonnap, Tolna megye szerte megtartották a bőjt előtti utolsó ünnepet. Kezdődnek a szalagtűzők, Bonyhádon 150 végzős diák búcsúzik a gimnáziumtól. Majd 300 éves hagyomány, evangélikus búcsút tartottak Kismányokon. Kedden is zömmel napos időre van kilátás vastagodó fátyol felhőzettel, éjszaka egy meleg front felhőzete vonul át felettünk, említést érdemlő csapadék azonban nem hullik belőle, hajnalban már hideg front érkezik élénkülő északnyugati széllel. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a megújult tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!